Ebben a helyzetben állt pénteken kora délután az ország hatodik leghosszabb hídja, melyet hétfőn kezdtek el betolni a végső helyére. A 395 méteres új győri Mosoni Duna híd a keleti elkerülő út harmadik ütemében valósul meg, ami csaknem 15 milliárd forintba kerül. Ez a beruházás most Győr és térségében a legnagyobb állami forrásból finanszírozott beruházás. Ugye itt most mi a hídról beszélünk, de a keleti elkerült harmadik szakaszáról beszélhetünk globálisan, ami egy 5,2 kilométeres szakasz, és ennek egy fontos része az új Mosoni Duna híd. A Mosoni Duna híd egyébként 395 méteres, és ezen belül a folyó meder fölé kezdődött meg a betolása az elmúlt napokban, 65 métert haladtak a szakemberek. 2000 tonnás szerkezetről van szó, tehát mindenképpen látványos elem ez, és ütemszerűen halad. A megfelelő munkavégzés a jó időjárásnak is köszönhető, hiszen az átjárót csak 36 km/h alatti szélsebesség esetén szabad mozgatni. Jelenleg kicsivel több mint 60 méternyit haladtak a szakemberek, a betolás a függesztő kábelek elhelyezésével együtt 59 fázisból tevődik össze. A híd és ezzel együtt az elkerülő út elkészül, hatalmas terhet vesz majd le a belvárosi utak válláról. Az a belvárosi forgalom, ami most Győrt terheli, elsősorban teher és személyforgalom, hiszen gondoljunk bele abba, hogyha például valaki Kisbácsáról vagy Réfaluból elindul, akkor a belvároson keresztül tud csak az M1-es autópályára eljutni, vagy az M1-es autópályáról lesz fordítva, természetesen ugyanígy igaz. Ez jelentősen lerövidül, ez az idő, és a forgalom is jelentős mértékben csökkenni fog, hiszen ide fog áthelyeződni. Az úgynevezett kosárfüles ívhidat a Hódút Kft. Építi. Hídépítési igazgatójuk már 32 éve van a szakmában, elmondása szerint minden egyes átjárót ugyanolyan aprólékos munkával és szívvel építenek. 32 éve csinálom már ezt az idén szeptemberben, vagy volt szeptemberben, vagy 32 éve csinálom, 85-ben kezdtem el, de még nekem is azért minden nap ez egy ajándék. Tehát ez a hídépítésben mindig a kivitelezés, és a kivitelezésnek az a része, a szerelésnek az a része, az a szép, hiszen itt kézzel fogható nap, mint nap van egy olyan eredmény, hogy elfárad benne az ember, de azért nap végén úgy van, hogy oké, ma is megint haladtunk 12 métert, haladtunk 22 métert, és jók vagyunk. A betolási munkák várhatóan még 10-15 napig biztosan eltartanak, ez persze elsősorban az időjárástól függ majd. Addig is bárki kilátogathat a pénteki napon ezredik látogatóját fogadó, hídtövében található látogatóközpontba.